A Magyar Nemzeti Galéria Magyarország legnagyobb művészeti gyűjteményének őrzője. A kiállító terek kincstárak, de laikusként néha nem igazán egyszerű közel kerülni a titkaikhoz. Különleges tárlatvezetésünkben most a több szem többet lát elvét hívjuk segítségül, ebben Földvári Piroska múzeumpedagógus lesz a kalauzunk. Mit néz meg először a gyerekszem egy képen? Észrevesz-e még újat a teremőr, aki minden nap látja ugyanazt a festményt? És mit vizsgál a muzeológus, a restaurátor és múzeumpedagógus egy képen? Számít-e, hogy a kiállító térben vagy a műhelyben nagyító alatt látunk egy festményt? És amikor vizsgálunk, mit határoznak meg korábbi személyes tapasztalataink? Feltaláló, díszlettervező és pszichoanalitikus, valamint grafikus, zenész és festő. Ő egy személyben Berény Róbert, 20. századi festőnk. Csellózó nő című képén múzsája, második felesége, Brayer Etelka látható. Etával berlini emigrációja közben ismerkedett meg 1919 után, a festmény viszont már itthon készült. Etával a zene találkozási pont volt. A nő ígéretes csellistaként indult, de később felhagyott az aktív zenészi pályával. Eta és Berény rajongtak egymásért, szerelmük legendás volt. A festő számára felesége jelentette a nagybetűs nőt, akit figyelt és számtalanszor megfestett, de kiismerni mégsem tudott. Eta a képeken rendszerint lefele tekint. A festő nem engedi, hogy a néző szemkontaktusba kerüljön vele, féltve, féltékenyen űrzi. A csellózó nő belemerül a játékba. A szűk kivágás közel hozza és nyitottnak mutatja, ő viszont a fürkésző tekinteteket csukott szemekkel hárítja el. Berény Róbert a csellózó nővel, valamint több korabeli munkájával a meddő berlini évek után itthon újra magára és vásznaira talált. Művészete csatlakozott a kor progresszív, modern irányzataihoz. Sepsei Zsófia a Magyar Nemzeti Galéria múzeumpedagógusa. Berény Róbert Csellózó nő című festményén a színekben és a formákban is a történetet keresi. Te hogyan nézel, Zsófi, egy képet? Mit lát a múzeumpedagógus szeme egy festményen? Először is történetet lát minden festményben, vagy minden szoborban, hogy hogyan lehetne ezt kifejteni, melyik az a legjobb módszer, ahogyan ezt át tudnám adni. De miért fontos a történet? Mert valahogy közelebb kell hoznunk a látogatóknak, legyen az gyerek, felnőtt, hogy mi is ez a kép, mit akart elmondani a festő egyáltalán, el akart-e mondani ezzel valamit, vagy egész egyszerűen csak önmagát szerette volna szórakoztatni, tehát lárpunlár készítette el magát a művet. Mindig ez a lényeg, hogy valamilyen módon, mondjuk a Berény festménynél a csellóval, a zenével, vagy adott esetben egy hobbival, megtaláljuk azt, hogy hogyan lehet legközelebb kapcsolni magát a művet a látogatóhoz, a nézőhöz. Ebből a festményből a nő alakja, mert hogy ez nem egy akármilyen nő, aki megjelenik rajta, hanem a festőnek a nagy szerelme, a felesége, Eta, aki maga is egyébként csellóművészként kezdi a pályáját, csak aztán utána máshogy alakul, úgy mondjam, lemond erről a saját maga pályájáról, és a férje művészetének fogja szentelni az életét. Tehát lehet beszélni a szerelemről is, egyáltalán arról, hogy a férfi-nő kapcsolat hogyan változik, vagy mi az, amilyen formát ölthet egy házasságban, mik a szerepek, ezek hogyan változnak, hogyan tudnak változni az érzelmek kapcsán. Tehát azért a téma határozza meg, mert azzal lehet bevonzani, azzal lehet közelebb vinni egy művet a nézőhöz. Gőgös Ágota festményrestaurátorként dolgozik a Magyar Nemzeti Galériában. Munkácsi Mihály Poros út című munkájának második változatában a minimalista festői eszköztárral kidolgozott hangulat ragadja meg. Melyik a kedvenc alkotói korszakod vagy témád a Munkácsi életműben? Elsősorban a tájképfestészetét kedvelem, mert annyira kifejezően adja vissza a természetet, de nagyon kedvelem a Poros út két változatát is tőle.
Ezek nem azok a tipikus munkácsi festmények, amikhez hozzá vagyunk szokva. Ennél a Poros útnál is, a kettes változatnál különösen ezt érzem, hogy szinte alig van megfestett motívum a festményen, mégis egy fantasztikus hangulat kellős közepén találja magát a néző, át tudja adni a festészetével azt a poros nyári napot, amit megfestett. Én azt feltételezem, hogy te, aki restaurátor vagy, egy ilyen szkennelő, pásztázó tekintettel nézel egy képre, figyeled a részleteket, a színeket, ecset használat, ahogy az előbb is említetted a Poros útnál. Óhatatlan, hogyha a restaurátor egy műalkotást szemlél, keresi rögtön a hibákat. A Poros út esetében a hagyományos olajfestési technikát alkalmazta. Munkát csinál, ő maga elzárkozott az impresszionista stílustól, de nagyon sok kortárs kritikus tekinti a két poros út változatot impresszionista hatású festménynek, és én biztos vagyok benne, hogy hatott rá. Létrejön-e bármiféle kapcsolódási pont Munkácsi és te közötted, miközben dolgozol hónapokon keresztül egy képen? Olyan közelről nézzük tulajdonképpen a művet, amit nagyon kevesen mondhatnak el magukról, és nagyon érdekes dolgokat lát az ember egy ilyen nagyon közeli pásztázó vizsgálat során. Nagyon érdekes, amikor felismeri az ember, hogy milyen eszközökkel dolgozhatott a művész, milyen ecsetet használt, esetleg belekarcolt-e az ecset véggel. Olyan energikusan viszi föl a festék réteget pasztózusan, hogy semmiféle realista kidolgozó szándéka nincsen, hanem azt a hangulatot, azt az impressziót szeretné megragadni, ami ott Békés Csabán érte őt, amikor hazalátogatott. Kifejező színek, vonalak határolt a színfoltok és torzított formák. Ezek jellemzik a francia Paul Gauguint, aki a modern festészet úttörője, a 20. századi művészeti mozgalmak kihagyhatatlan figurája. A Fekete sertések című képét Tahitin festette meg, melyen nem csak a sziget szépségét, hanem az ott élők életritmusát is vissza akarta adni. Az alakokat leegyszerűsítette, a szereplőket és a helyzetet idealisztikusan ábrázolta. Elvonatkoztatott a látványtól, a valóságot a képen a fantáziájával egészítette ki, és így tette olyanná a jelenetet, ami ennek látni szerette volna. A Fekete sertéseknél Gauguin tiszta, egységes színeket használt, melyeket erős körvonalakkal választott el egymástól, és ezzel egyéni stílusát is megtalálta. Dupai Tamás már több éve teremőr. A Magyar Nemzeti Galéria kiállító tereiben viszont nem csak a festményekre, hanem a látogatók igényeire is odafigyel. Miért választottál egy művészeti helyszínt, egy múzeumot munkádul? Nem tudatos választás volt. Úgy voltam vele, hogy a környezet biztos, hogy jó lesz, tehát szép környezetben leszek, ezért megnézem. Reggel, mikor bejössz és elfoglalod a helyedet, a székedet, azt, ahol aznap vagy, mi az első három dolog, amit ellenőrzöl? A szék az annyiból fontos, hogy onnan tudom egyből, hogy mennyire belátható a terület, tehát nem mindegy, hogy hol van a szék, hogyha adott esetben ülök. Annyit szoktam még megnézni, hogy egyéb bútor elmozdult-e. Ugye az látogatói szemszögből nem mindegy, hogy hol van, hogy arról tudjak. És hogy látod, ez a kiállító tér, ahol most vagyunk, ez milyen népszerűségnek örvend? Itt elég csak egy név hozzá. Ugye Gauguinról beszélünk. A nemzetközi gyűjteményből a Fekete sertések talán a top 3-ban van. Elég sűrűn keresik ezt a képet. Téged mi állít meg ezelőtt a kép előtt? Abban találom meg leginkább, ami nekem tetszik, ami egyszerű és kézzel fogható. Tehát, hogy legyen az akár egy ember, egy állat, egy tájkép, amit konkrétan ránézek és tudom, hogy az micsoda. Hogyha elmész egy másik múzeumba megnézni egy kiállítást, akkor ki tud kapcsolni az éber figyelem? Tudom élvezni, viszont teljesen nem tud ezt kikapcsolni. Az az érdekes, amikor elkezdtem itt dolgozni, megfigyeltem egy idő után, hogy már a buszon is feltűnik, hogy ki milyen hátizsák van. Prágai Adrien művészettörténész és segédmuzeológus. Szeme, amikor Szinyei Merse Pál majálisát vizsgálja, nem csak a festményt, hanem a képhez tartozó összes háttérinformációt is látja. A majális 1896-ban bekerült a gyűjteménybe, ekkor sokáig még raktárban tárolták,
majd a sorozatos sikereknek köszönhetően állandó helyet talált 1914-től a Színyeiről elnevezett teremben. Ezt a termet még a mester életében állították fel, ezt érezte egyik legnagyobb megtiszteltetésnek életében. Amikor visszatért Magyarországra a festmény, hatalmas érdeklődés övezte, elsősorban amiatt, hogy egy nagyívű restaurálást kellett végrehajtani a felületén. Rengeteg napi lapban számoltak be arról, hogy milyen festékrétegeket, milyen lakrétegeket mozgattak meg, vagy távolítottak el a festményről. És ekkor nyerte el ezt a nagyon élénk, nagyon színpompás árnyalatát, amely egyébként az egész magyar művészet történetében egy nagyon egyedülálló és kirívó példának tekinthető. Igazából kizárólag Színyei életművében láthatunk ebben a korszakban ehhez hasonló színezetű képeket. Témáját tekintve egy nagyon hétköznapi eseményről szól. Egy társaság piknikezik a szabadban. Színyei erről úgy is írt, hogy ez a saját ötlete alapján született kép, és hogy nem szeretne különösebben mást kifejezni, nem kell allegorikus tartalmat keresnünk ebben, hanem csupán egy piknikező, egy kiránduló társaságot szeretett volna ábrázolni. Mi ez a ládika itt az asztalon? Ez a ládika Színyei Mersepál eredeti festődoboza, amiben különböző ecsetek, festékek, festőkések, illetve mindenféle kis edénykék, amiben keverte a festékeit találhatók. Színyei szerintem a magyar művészet történet egyik legkarakteresebb és legérdekesebb figurája. Pályája indulásakor rengeteg negatív kritika érte, akár Bécsben, akár Münchenben. Ezért többször visszavonult, de mégis visszatért mindig Münchenbe, mindig visszatért Bécsbe is. Élete második szakaszában pedig már művészetének megfelelően díjazták és elismerték. A Majálisban is elsősorban azt szeretem, hogy a története felrajzolja a magyar századforduló légkörét, felrajzolja a világkiállítások atmoszféráját. Amit most látunk, ez a fantasztikus színvilág, akár amit látunk a léghajón vagy a pacsirtán, ez mindegy nagyon-nagyon újító szándékot tükröz. Mikor a kiállító térben sétálsz és megállsz a Majális előtt, tudsz szubjektíven érzésekre hagyatkozva ránézni, vagy megkerülhetetlen a művészet történészséged? Mi a te szemed, Adri? Ha a Majálisnál megállok, akkor látom azt, hogy a nácik betörése miatt kimenekítették az országból. Látom azt, hogy Pannonhalmára vitték, Szent Gotthárdra vitték, Grasszauba vitték, Münchenbe vitték, majd visszahozták. Látom azt a hatalmas felhajtást, amit rendeztek, amikor visszatért az országba a műalkotás. Földvári Domonkos most ismerkedik a múzeummal, a kiállítótérrel és a festményekkel. Losonczy Tamás Tisztító nagyvihar című festményét még a történelmi háttér nélkül a maga hatalmasságában látja. Csak amit mondaná róla, amit tetszik benne? A bolygók. A bolygók? Hol vannak a bolygók? Hát ott van egy félkör, meg ott is, és ott is, meg ott is. Hogyha lejjebb megyünk, akkor mit látsz még ott alatta? Vizet. Vizet. A kék az a víz? Igen. Milyen kedved lesz ettől a képtől? Rossz is, meg jó is. Miért rossz? A vulkán ott kitör, viszont a város megmarad. Figyelj csak, igen. Szerinted milyen hangja van ennek a képnek? Milyen hang lehet ott a vízben, a víz alatt? Állatzúgás, meg a tengernek a zúgása. Melyik a kedvenc formád erről a képről? Nekem a bolygók. A bolygók. Meg az ilyen színes félkörök, amiben van a nap, és sárga színű, és van benne kék. Losonczy Tamás 2009-ben 105 évesen halt meg. A Tisztító nagyvihar pályájának egy kiemelkedő és összefoglaló műve. Az 50-es években a művészeti élet perifériájára került, el is hallgatott, nem festett. Az 50-es évek második felében nyúlt újra ecsethez, és alkotta meg több mint 4 éven keresztül ezt a hatalmas, 9 négyzetméter nagyságú festményt, amely utal egyszerre a világháború borzalmaira és az 1956-os eseményekre. A képet kis organikus elemekből és formákból építette fel. A színek harca belső feszültségét fejezi ki, ami miatt hallgatásra kényszerült, ami belső emigrációba taszította őt. A festmény alkotói válságának végét jelzi, egy új időszak kapuja az életében.
A Magyar Nemzeti Galéria remek műveinek gyűjteménye sokszínű, ahogy az egyes festményekhez vezető út is rengetegféle. A belépési pont a képek értelmezési világába a szakértők és a hétköznapi érdeklődők számára is több helyen nyitott. Minden, ami érték.